és így boldogozzon ki maga az előadás is. Akkor gondolom, hogy se látszik semmi. Tehát azt nagyon fontosnak tartottuk, és igazából engem ez érdekelt a legjobban, hogy hogyan lehetne olyan új színházat teremteni a városban, hogy igazából a... tehát ez az egész kert ez úgy vezet ki, hogy a város többi részéhez igazából nem volt közel, hanem teljesen elszakadt ez a többi résztől, és mint egy ilyen, ahol megállt az idő, egy ilyen szigeten végül is elkezdtünk dolgozni. A ruhákat is én készítettem, és ott is az volt az alapgondolat, hogy mintha ezek is a földből virágként jönnének ki, ezek is hátrányozzanak az előadás során. Ezek az első vázlatok, amiket készítettem. És akkor itt látszik a munkafolyamat, ahogy elkezdtünk dolgozni. Az első kép még az eredeti állapotot mutatja, és a harmadik képen már látszik, hogy alakult át a kert. Itt van még több néhány kép a munkafolyamatról. Nagyon érdekes volt, hogy tulajdonképpen egy zarándok út volt, egy belső utazás is az, hogy átalakítottuk ezt a külső kertet, mert hát, ugye semmiből igazából kialakítottuk a saját előadásunk kereteit. Ez még tulajdonképpen a színpad, amit itt láthatunk, és a nézők pedig egy ilyen kis lelátón ültek. Ezek a képek mutatnak néhány részletet a színpadból, tulajdonképpen ez volt a színpadból. És ez pedig egy darab a szintén a díszletből, tehát itt is arra törekedtem, hogy félig növény, félig ember, félig valós, félig valóban álmosszerű egy olyan minden, ami történik ebben az előadásban. Ezek is néhány részletet mutatnak az előadásból, illetve a díszletből. Ezek is kisebb részletek. Nagyon fontosnak tartottuk azt, hogy a lebontott ház életét végül is ebben a színdarabban folytassuk. Tehát minden, ami ott meghalt, azt új életre keltettük azáltal, hogy az ott talált elemeket is felhasználtuk a díszletben. Nem tudom, hogy látszanak ezek a lámpák. A nézők fölött különböző bútorok lebegtek a levegőben, mint hogyha az ott élt életek így folytatottak volna tovább ebben a színdarabban. És ez pedig már az előadásról néhány kép. Nagyon fontos volt, hogy szintén itt látszódik egy részlet, amit Linnel és által, hogy ott van teljes ruhája kivirágzik. Itt is a földből átszállni a különböző kellékeket. Nagyon érdekes volt az, hogy mivel ez egy kertben játszódott ez az előadás, nagyon erősen függtünk az időjárástól, illetve a fényviszonyától, a levegő, mindenféle ilyesmitől, és nagyon szép volt, hogy az előadás elején egy világos volt, utána lassan besötétedett, és az évszakokhoz is kötöttünk, tehát az első előadás tavasszal volt három nyáron és kettő ősszel, és az évszakokkal együtt változott a történet is, illetve a különböző jelmezek és a kellékek is. Volt egy olyan jelenet, ahol
tehát ez tulajdonképpen az előadás tetszik, hogy egy fiú és egy lány története, ahogy ebben a kertben folyamatosan elkerülik egymást, és a történetük összekapcsolódik bizonyos pontokon, de végül is a két út hosszú ez a történet, és az egyik jelenet az ez volt, amit Linda éppen férhez meg egy fához a kertben, és ez, ezért nagyon különleges ez a társulat, mert annyira improvizatív, ahogy dolgoznak, és igazából tényleg hagyták, illetve hagytuk, hogy maga a hely hozza létre rajtunk keresztül ezt az előadást, és igazából hagytuk, hogy megnyilvánuljanak az ott élt életek, illetve az ott felejtett dolgok ezen rajtunk keresztül tulajdonképpen. És ez már a vége az előadásnak. Igazából nem tudom, hogy ezekből a képekből mi látszik, de hoztam egy videót is, ami talán esetleg jobban látszik, hogy mi is történt itt a kertben. Én nem tudom, ezt még megtenni sokkal. Ja, és a legfontosabbat még nem mondtam, hogy ezt az előadást most elhoztuk ide Pestre, és két hét múlva itt a Dolgi Ferenc utcában lesz az előadatunk. Szintén egy, ebben a házban, a Dolgi Ferenc utca 80, és ennek a háznak a kertjében lesz a következő előadásunk, úgyhogy nagy szeretettel várom mindenkit, és április 8-án, 9-én és 10-én láthatunk majd ez az előadás 7:30-kor, Dolgi Ferenc utca 80-ban tehát, és lehet, hogy akkor most nem vetítem ezt a videót, és akkor abból talán több